Nagyon sok szeretettel köszönjük Önöket veletek. Nagyon nagy megtiszteltető számunkra, hogy ilyen sokan megtisztelnek minket, hogy eljöttetek. Kedves szülők, kedves kollégáink, volt kollégáink, mindenki, akivel együtt dolgozunk nap mint nap, kedves diákok, akik eljöttetek. Van, aki már látod alatt, és mégis eljött. Nagyon nagy öröm. Ez a darab gyorsan készült. Májusban kezdtünk el dolgozni a karantén után. És az volt a cél, hogy az az osztály, amely 2018-ban elindult itt, most 2021-et élünk, és végzős ez az osztály, el tudjon menni egy országos megmérettetésre. Az Országos Diakszínjátszó Fesztiválon ez az előadás négy díjat hozott el. Az egyik az aranyminősítés, a másik a tér használatáért kaptunk díjat, illetve kaptunk két színész díjat, az egyiket Szabó Adri kapta, a másikat Fencső Sanyi, és Szabó Adri a lelkemről kötötte, hogy Szabó Adri nagyon dögös lányát. Huszár volt, hogy elmondja, sőt bombázó. Ugye? Így van, de miért is dögös is kapta. 2018, 3,5 év. Nem, annyira nincs, bő három év telt el. És azok a volt 8-osok, akik ide jöttek, és akik meg az osztályfőnökkel lehettem, ők elkezdték egy munkát, amelyik arról szól, hogy bátran, csinál bátran, és minél önállóban, és merj színpadra állni, merj mesélni az embereknek, hiszen téged ez érdekel. A jelmondata ennek az osztálynak, ez tőlem van, hogy old meg. Ezt nagyon sokszor, sokféleképpen visszahallottam. Hiszek abban, hogy a fiatalnak, hogyha szabadságot adunk, és figyelünk rá, és nagyon, nagyon szeretjük, akkor ő fog tudni élni ezzel a szabadsággal. És olyan erős, és olyan bátor fiatal lesz, aki aztán átveszi a helyünket. Mert ahogyan ők felnőnek, úgy fogunk visszavonulni. És majd rájuk fogjuk magunkat bízni. Büszke vagyok erre az osztályra. Nagyon sokat dolgoztak ebben a darabban, Keresztesi József a Kisnagöc meséje, kortárs szerző darabja, amit látni fogunk. Több hullámon, több állomáson ment keresztül ez a darab volt, egy másfél órás változat, ez egy órás változat lesz. És amilyen a mai közélet, ebben a darabban is a trágárság meg fog jelenni. Stílus jegy a trágárság, egyáltalán nem olyan célú, majd látni fogjátok a darab során. A darab szövege az az eredeti. Az, amit még hozzátettünk, az, amit elsősorban a diákok tettek hozzá, ez az osztály, az, hogy tettünk bele táncos jeleneteket, és ének került még bele, eredetileg tragikomédia, ez a darab és prózai darab. És akkor most hadd köszönjem meg a színháznak, hogy beengedtek ide minket, hogy előadhatjuk ezt a darabot itt. Én nagyon örülök annak, hogy ez a színház még ennek az osztálynak az életében elkészült, és ami ígéret volt, és amiben hittünk, hogy még így föl fogunk tudni lépni az ma megvalósulhatott. Nagyon köszönöm Csáva Jós tanár úrnak, aki elkészítette a kardokat, kétszer is, mert egyszer már összetört. Nagyon köszönöm kedves kollégáknak, akik énekelni tanították ezt az osztályt. A tánctanárra, aki a mozgást segítette végig eddig. Köszönöm azt, hogy itt vagytok, és kezdjük el. Jó szórakozást kívánok! Thank you.
Jó reggelt kívánok, kedves vásárlók! Milyen korán érkeztek? Most maguk biztos furcsaják, hogy én így kiálltam önök elé. De ezt az elején szeretném leszögezni, hogy mögöttem nincsen semmilyen politikai párt vagy mozgalom. Én egyedül voltam itt. Egyedül itt töltöttem az éjszakát. Ebben a programban. Egyedül. Ez már az ötödik... Ez az ötödik állomásom. Ez számomra misszió. Én egy kéréssel fordulnék önök felé. Gondolják át, hogy ma reggel, amikor beléptek a boltba, akkor mit fognak vásárolni. Én nem kérem, hanem felszólítok önöket arra, hogy ne vásároljanak hústermékeket. Maga önző emberi lények el sem tudják képzelni, hogy ezek az ártatlan élő lények mit meg nem szenvednek azért, hogy maguk ma is ugyanazzal a kaján vigyorral szopálják ezeket a halállal töltött croissant-jaikat. Maguk el sem tudják képzelni, hogy ezek az ártatlan élő lények mit élnek át, amikor a társaik a szemük láttára mennek be, a Vágóhídra, és a szemük láttára gördül le a fejük! Most tudom, nagyon radikálisan hangzok, de esküszöm, ez teljesen független edukáció. Én látom, valami megcsillant a szemében, végre van értelme annak, amit mondok! Kérem, nekem erről mindenféle dokumentációmban videós bizonyítékokat tudok mutatni. Hogyha gondolja, még van egy percünk nyitásig, akkor tudunk beszélgetni kettesben is, és tudok mutatni videókat erről, meg mindenféle írás, teljesen független írásokat. Reggel, azt mondja, kérem, tessék távozni, mindjárt itt a bolt. Nem, ez teljesen független, ez lehet, nekem jobban van itt beszélni, de engedje ne! Teljesen független edukáció! Jobban van beszélni! Jobban van! Láttam, hogy érdekelne, amit mondtam! Ah,
várunk, lány. A jó uniformát segítét, ez a kulcs! A kommunikáció. Ez az, ami a törezőpont ide teszi be a lábát, mikor mindent megtalál a kurva multinál. Ez az, amivel megvetjük a lábunkat ezen a kurva piacon, ahol napról napra. Egyre elkeseredettebb a küzdelem. Sorakozom! Hiszen lány, mi a mottunk? Kommunikálni kell, tájékoztatni, tájékoztatni kell, beavatni, beavatni kell, ajánlatot tenni. Szerint elmondanám, mi a mottunk? Uram, nem készült el fel rendesen, uram. Szóval nem tudja, nem tudja, nem baj, nem baj. Vécéputulás közben lesz még ideje bemagolni. Fekvő! Thank you.
sem, nem, meg minden oké. Hát nem tudok azok lófarcsa, azt mondják, hogy nem mutatnak semmit se az eredmények, hogy csak kimerültség, meg most pihenjek. Hát most hogyan jó Istenbe pihenjek, hogy a teljesen kivon a belezetem, érted? Egyébként a Záprelhez jöttem, mert hallgatok. Nem van. Hát meg ez az idő is, bazd meg, hát kinézzel, az teljesen elszédülsz. Van benne valami. Néha elnézem a felhőket fentről, a 9-ről, annak nagyon jó a kilátás. Belátni az egész lakótelepet, ellátsz egészen a főutcáig is, meg még azon túl is. És akkor olyan, mintha egyszerre dőlni kezdene minden. Mint a dominók. Á, elszívülök én is tőletek. Mondom, hogy nem lehet épp észre kibírni. Nem tudom, egyébként nekem valahogy mégis tetszik. Olyan furcsa, alacsony szögben sütve hozzá a nap. Tényleg, mintha egyszerre dőlni kezdene minden. Mint a dominók. Az a lilás, vöröses szín hozzá. Ja. A Záprel. Kömböcki, mert ott, hogy itt vagy? Uram, kontrollom voltam, uram! Kontrollom, persze! Szóval valójában minek köszönhetem, hogy betoltad ide a képedet, ha már dolgozni nem vagy képes? Levelet hoztam magának, uram! Levelet, kiféle levelet? Magyarázós levél, tudja, uram? Megjött az utalás a programozós melóért, amit az ünnepek előtt csináltam, uram! Gratulálok! Na nézzük csak, mi a probléma? Ha! Mi a probléma, uram? 132 bruttóban van a főnk, 69! Mindez figyelembe véve, uram! Na figyelj, Gömböc! Elmúlt egy év, változtak az adószabályok, évvége előtt csináltad a melót, nem tudok mit kezdeni vele, ez van. Ez van. Valóban, uram, ez a tényleg kurvára senki nem tett, csak én szokok egy kurva nagyot nem bevár, uram. Igen, Gömböc, felszopod, mert nem tudom feltűnted, ez itt egy áruház, mi több? Egy munkahely, és egy munkahelyen dolgozunk, és hogy ezzel nem értesz egyet, akkor mit keresel itt? Tudja mit, uram? Baszdjon meg az egész kurva! Bold az egész kóterem! Tudja mit, uram? Tudjon fel magának mindent a segében! Rád a Záprel, uram! Neked csak, uram! Legyen nagyon szép.
Szép napja! Ennyi volt! Kész! Végre! Ennyi! Mindenki tűnjön innen! Asszonyom, kérem, várjál egy pillanat! Én tűnjön innen! Hozzám ne engedjen! Ha csak egy újnak hozzám, miért magát is följelent? Asszonyom, kérem! Mégis ők mindent nem fogadnál! Engedj meg, hogy megmagyarázzam! Megmagyarázni? Ugyan mit akar ezzel megmagyarázni? Maguk most igencsak elvetették a súlytot, és ezzel nincs semmi, de nem semmi magyarázni valók! Engedj meg, Hózer József ők a biztonsági szolgált vezetője! A biztonsági szolgálat? Ugye most tréfál? Mégis árulja már el! Legyen olyan jó képes, Hózer úr! Árulja már el nekem, hogy hogyan működik ebben az áruházban a biztonsági szolgálat! Thank you.
Ebben a... Be kell vallanom önnek. Fölhattél nyugtalanítom, ám ugyanakkor rendkívül izgalmasnak és tanulságosnak igényült esetben. Mert itt van meglehetősen úgy sem beszerelmésekért adnak hozzánk. Valóban? Hui! Nem olyan egyszerű megmagyarázni. Megpróbálhatom, de tényleg nem olyan egyszerű. Ez a Monsieur Cigány, Párizsban nincsenek ilyen belevaló fiatal emberek. Csodálatos. Nos, gondolom a bejelentésem miatt. Tehát így mondtam, gondolom a bejelentésem miatt érkezett, Száfrel úr még nincs, majd később érkezik meg. Nézd el, nálunk valóban sajátos helyzet alakult ki. Nos, mi? Vagyis úgy értem, hogy nem magában a bolt működésében adottak problémák, hanem nézd el. Amit most mondok, azt érem, maradjon köztünk, mert nem szeretnék én tiszték lenni, vagy szó. Nem szeretnék én tiszték lenni, hogy ilyenek tudja. De nem lehet megmagyarázni az eseményeket anélkül, hogy ne ejtenénk szót a kis gömböcről. A kis gömböcről? Ja, igen, a kis gömböcről. Ez a beszélelei, így mindenki így jön. Aha, értem. Wow, kedves Irén. Őszinte leszek. Ez az eset eléggé komolynak. Ez az a Parizel botrány, ez megengedhetetlen, de megint. Először is a legfontosabb, azért nem kell az izéhoz illető barátját. Kis gömböc. Hát rendben van, igényke, kis gömböc. Rendben van.
beszélni fogok vele, és szemeket fogom tartani, amit most elmondott nekem. Ennyi tudok jelen pillanatban ígérni. De ennyi valóban megígérek. Nos, addig is. Oreo vár, kedves ígérete. Sorakozó! Mármint arra gondolok, hogy mi van,
hogyha tényleg bajba kerülsz. És nem mefféle munkahely csetepatékra gondolok, ilyen kis pipi ügyekre, hanem amikor majd tényleg jönnek a nagy pofonok. És nem tudod, hogy miért, vagy hogy kitől. Senkitől. Ez az cigány, hogy nem áll senki sem a tasnik mögött, akitől bármit is számba lehetne kérni, érted? Vagy éppen áll, csak olyas valaki, akitől nem kérhet számba semmit. Hát, te tudod, szerintem ezek éppen, hogy nem személyre szabott tasnik, érted? Ezért is olyan kurva nehéz bármit is kezdeni velük. És akkor most tulajdonképpen mit akarsz? Egy fogyasztóvédelmi bírságot, ugyan már? Azt akarom, cigány, hogy legyen végre egy hely, ahol megvethetem a lábam. Hogy ne csak pufozgassanak ide-oda. De kurvára elegem van. Kibákadnak, mint a taknyot. Tehát jó, itt vagyok, állok előre. De ha most visszatáncolnék, akkor úgy igazán szembe köphetem magam. Ezt most már végig kell csinálnom. A kis gömböc meséje. Hol nem volt, élt egyszer egy szegény ember. Volt annak egy felesége, meg egy lány. Nem volt egy, amikor kerek világon, mint egy kövér hízó. Amikor eljött az ideje, levágták ezt a kövér hízót annak rendje és módja szerint. Levágták tehát a hízót, és azt tették egész télen. Igen ám, de csak hamar elfogyott a húr, a kolbász, elfogyott a sonka, és a zsíros bedonáján sem maradt egy nyalításra való. Nem maradt más, csak egy kis gömbölc. Föllógatva a patláson egy öreg gyerek. Így szól egy nap a szegény ember a lányához. Na, erig lányom, menjél fel a padláshoz, hoz ide nekünk a gömböcöt, hadd együtt már meg vacsorát. Fel is megy a lány a padlásra, de amint nyúlna a gömböc felé nagy kése, a szépen hang bekapja őt. Szegényke még csak annyit se tudott mondani, hogy mit ma? Mit mok? De hülye vagy, becsinálj, mert nincs is benne. Várják odalent a lány, hát csak nem jön. Így szól akkor a szegény ember a feleségéhez. Erik asszony, nézd meg, hogy hol késlekedik ez a haszontalan leány. Föl is megy a padlásra, néz jobbra, néz balra, hát nem látja a leányát. Hol lehet az egyetlen leánya? Hogyhogy nem, megakad a szenonnal is. A kezébe veszi és közeledik a gömböcöz, hogy levágja a grendállat. Ekkor aztán, ham! Várja a férje oda lenne a konyhán, hát csak nem jön az asszony. Így végül ő maga kerekedik fel, hogy megnézem, mi is lehet benne. Felmegy a padlás feljáról, nem látja őket sem. Észreveszi a kést a padlón. Éppen lehajol érte, hogy fölvegye. Amikor hirtelen óriási robajjal leszakad a gömböc. Nekiválódik a szegény embernek, és hang bekapja őt is. Húzza a föld súlya kis gömböcöt, így gurul ki a házból, így gurul végig az utcán. Távolítsam el a beteg részt!
Egy óra múlva tárgyalás! Egy óra múlva tárgyalás! Kivágni a beteg részt! Eltávolítni, na ez igen! Kérdés az, hogy olyan mit szól ez a beteg rész? Tudjon már, miközben a beteg résznek az egészséghez. Itt az egész test érdekét kell nézni. Egészség. Egészség. Érted? Igen. Attól tartok, értem. Sajnos. Ezt hallottad? Nem figyeltem, hogy egészség, egészség, ez nagyon vicces volt. Nem értem. Elmagyarázom, úgyhogy jó lesz. Figyelj! Egészség szerint ez annyira vicces. Nem értem. Gyere, elmagyarázom még egyszer, gyere! Kedves arc, egy kellemes mosoly, semmi több, mint össze ennyi a nagyfiú. Aludj hát, barátom! Nem tud a húsról a hús természetéről mit sem tud. Keres, szaglász, szimatol, kutat, feltár, cáfol, igazol, folytonos lázban ég. Aludj, nagyfiú! Az igazságot csak is azt szeretném. Nem tud semmit a hús természetéről. A húsról mit sem tud, cáfol, igazol. A húson nincs mit cáfol, igazol. Nincs cáfolat, csak cafatok maradnak a mélye ható kutatás nyomán. Kiveti, kiköpi, kilöki a hús. Folytonos lázban ég a húsnak hidegkel. A hús álma égen szökken szárba, az igazság a lázas agyvilága. Egy kedves arc, egy kellemes mosoly, átjár a hideg, aludj nagyfiú. Rendben van.
De mint tudjuk, az apró olasztások vezetnek beláthatóan
következmények az a pici mulasztások, és ezzel egy vezető pozícióban lévő munkatársnak tisztában kell lennie. De mégiscsak az igazság, de... Az elvált helyzet rossz munkahelyi hangulatot teremtett, ami kis ilyen katasztrófához vezetett. Nem beszélve, a belső minőség ellenőrzések folyamatos elvallatása. De doktor Berg, az igazság... Könyörgöm, zártál uram! Nem fejeztem, de... És nagyon kérem, könyörgöm teljes szívemben, hogy ne kinyosszak a szasz igazságmozgatása. Nem érdekel engem az igazság. Engem a tények érdekelnek. Zárlek, uram! Megítélésünk szerint ennek az üzletegységnek a vezetése aránytalan teher tételt jelent az ön számára. Mindazonáltal az itt eltöltött évek során elvégzett munkáját sem kívánjuk oldalá! Tavalyi kiegészítésének 3 számú mellékletés közben
az a munkatárs, aki becsúlál hozzámérni, és gondotlan segítséget okoz nyelv, hogy fogalmazok úgy bár, hogy állunkuljává, címünk nagy családjának, aki nem becsúlál. Megfelelődjön a nevem. Szembeszáll vele! De doktor, ne kellett tényleg, nem tudod senki! Nem mentél körülmény, hogy nem ismerte a hatalmas jogi jelentkezéseket. Jogszerűségre beszél, nem te nem? Nem! Ő a felelősebb minden nap, ahol az ő saját nevetséges átállása irány. Mit szól a kollektív szerződés? Szó szerint az árulónak hatnék nélkül élelmetesség még a lényeg ellen száll előre. Nos, hallgatom. Tudjátok mit? Ne kelljetek meg! Mondani nem volt, hogy mondtam! A hentesek! Fúj, én ezt nem nézem inkább. Kérdez, ó, adjohat élek! Mi történik? A kérdezet. Megosztják a ruháimból. Nem is néz ki olyan rosszul, hogy szóval. Thank you.
kellemes hétvégét kívánok mindenkinek és ünnepeket. Hesés! Idénylem! Azt mondom, egy pillanatra. Szóval ez a megbízás, megbízás. Ideiglenes. De hosszabb távon is számít egy önre ebben a pozícióban. Csak azért szólok, hogy tudja, nem csupán tűzoltásról van szó. Számít egy önre ebben a pozícióban hosszabb távon. Ehhez tartja magát. Ez nyilvánvalóan tréningekkel fog járni. Egyéb csodálatos dolgokkal. Nos, mindenkinek legjobbak is. Azt hiszem, hogy ezek a frány, az agycskók. Persze hátizsákat értsen kéretek. Persze gondoltam volna meg magam, mielőtt egy szigorú lettem volna rendben. Figyelj, doktor Dagi, én segítek magának. Jó, köszönöm szépen. És kézzel. Minden most a különben. Jó, persze, jó. Jövök, már is jövök, jó? Jó, jövök.